tavasz. Mékerék. Haladóknak és kezdőknek. Fonó, szerda. Ritmus, taktus, hangulat. Mékerék egészen a román határ mellett található Békés megyében, és ez a kis település arról híres, hogy az egyik legjelentősebb román lakosságú falu. A másik, ami számunkra nagyon érdekes, hogy amikor a 70-es években a táncház mozgalom elindult, akkor Halmos Béla és Sebő Ferenc legelsőképpen Mékerékre ment el, és ezáltal a táncházakban már az elsők között a mékeréki táncok és a mékeréki zene az nagyon jelentős hangsúlyt kapott. Egy nagyon érdekes régies zene található itt, amely tulajdonképpen a bihari románsághoz hasonlítható legjobban, hiszen annak a Magyarországra nyújt szegletéről van szó. A vonós hangszerek, amiket itt játszanak, egy hegedű, a második hegedű, amelyik csak kísérő szerepben van, és egy nagy bőgő. Egy nagyon kiváló prímás élt ebben az időben Mékeréken a 70-es években, őt Kovács Tivadarnak hívták, és rengeteg gyűjtés készült vele. Nagyon érdekes román táncokat táncolnak ezen a vidéken, például a Menuncello, amelyik aprózót jelent, vagy az Argyelenescu, amelyik erdélyes, de emellett vannak olyan különleges táncaik is, mint a Kümpinyescu vagy a Batuta, amiket gondolom, hogy majd itt a fonóban szintén meg lehet tanulni. És ennek a muzsikának pedig hallatlanul izgalmas íze van, és nagyon lendületes. A bőgő általában pengeti a hangszerét, úgyhogy nagyon élvezetes, és a zene nagyon jól kiszolgálja a táncot is. Mékeréki Árdeleána, erdélyes. Lüktetése. Egyet, kettőt, hármat, négy. Vissza a kettőt, hármat, négy. Egyet, 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 kettőt, hármat, négy. Egyet,